Az opera zenekarának története Erkel Ferencnél 1838-ban kezdődik, amikor megalakítja a Pesti Magyar Színházban, később a Nemzeti Színházban operajátszó együttesét. Ennek éppen 180 éve. Majd amikor 1884-ben megnyílt a Magyar Királyi Operaház, ide települ át a már évek óta operára szakosodott együttes. Azóta is a legtöbb opera premier az opera zenekarához köthető. A régi múlttal rendelkező együttesben zenészként játszani ma is megtiszteltetés. Mohai Bálint fagott művész, zenés családból származik, így egyértelmű volt az útja a hangszeréhez. Cselló, belép a 12. Milyen? Természetesen nagyon nagy presztízsbe kerülni ide, és nagyon örülök is neki, ez az ötödik évadom most az Operaház zenekarában. Rumi Balázs első klarinétos gyerekként szeretett nagymamáján keresztül került kapcsolatba az operával. Közös bérlettel jártak az előadásokra. Egy egészen elképesztő érzés volt oda belépni, mint zenekari tag, és még az első két évben nagymamám tudott velem jönni előadásokra is, és szerintem ez neki is nagy élmény lehetett, hogy ahova gyerekként engem elvitt, ott később meghallgathatott engem az Árokban is játszani. Kállai Fonyódi Fruzsina oboa művész lubickol az opera repertoárjában. Nagyon nagy presztízs szerintem. Igazából az opera zenekarát senki nem tudja addig, hogy milyen érzés ott játszani, amíg tényleg itt nem játszik. Tehát egy-egy produkcióra eljönni, az egyáltalán nem ugyanaz, mint több éven keresztül itt dolgozni. Mindhárman az operát az operából koncertúrné fúvós szólistái. Az opera és balett előadásokon is a zenekari árokban zenélnek több mint 200 zenésztársukkal, de ezek a szimfonikus koncertek most remek lehetőségek a számukra. Egy zenésznek többféle képességgel kell bírnia. Van, aki szólisztikusabb, van, aki kevésbé. Ez egyik sem áll a másik fölött rangban. Én azt gondolom, hogy mindenkire szükség van egy zenekarban. A turné célja, hogy a világszínvonalon játszó együttes és szólistái is megmutathassák magukat a hazai közönségnek. Talán ami egy különös ismertetője a mi zenekarunknak, hogy nagyon flexibilisek vagyunk az operák játszásából adódóan, és ez megmutatkozik a szimfonikus koncerteken is szerintem. Nagyon nagy élet van a zenekarban. Hogy mekkora élet van a zenekarban, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén a fúvós szekció egyik legfiatalabb muzsikusa, Könyves Tóth Mihály a német Árd Adó által kiírt európai zenei versenyen trombita kategóriában a második helyen végzett, de a közönség szívét és díját is elnyerte. Ezt én így magamnak találtam ki. Bizonyítási vágyam volt egy kicsi magammal szemben is, és ugye a többieknek is szerettem volna megmutatni, hogy képes vagyok erre. A megmérettetések és a koncertek mind erősítik a zenészek szakmai tudását, de más hozománya is van a 3 éve elindított szimfonikus koncertezésnek. Fontos, hogy az opera zenekara is játszon szimfonikus zenekarként, tehát az a saját fejlődésünknek fontos a zenekart fejleszteni, azért fontos, hogy legyenek ilyen koncertek, meg közösségileg is egyébként szerintem rengeteget jelent, hogyha csak magunk vagyunk, és épp nem kísérünk valakit, és kénytelenek vagyunk még jobban egymásra figyelni. Az Operát az Operából hazai turnésorozat Kecskeméti állomásán Rossini, Strauss és Mozart művei csendültek fel. A turné következő állomása Zalaegerszegen lesz október 27-én, ahol Rossinit, Csajkovszkit és Haydnt hallgathat a közönség a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában.